És itt vagyunk az utolsó napunkon, szombaton egy picit megfáztam a légkonditól. És akkor most indulunk le a kikötőbe, hiszen onnan indul ugye a hajónk, és igazából fél hétre fogunk visszaérni. Elég hosszúnak tűnik. Meglássuk, milyen lesz. Na és elvileg ez lesz a mi hajónk. Ezzel csapatjuk majd a hullámokat. És már itt vagyunk a hajónkon. Igazából itt vagyunk az orba, nagyjából. Király lesz innen. Elindultunk, szeljük a hullámokat, és ilyen óvárosokba fogunk menni, vagy hát városokba, aztán megnézni az óvárosi részét. Azt hiszem városokban lesz egy-egy óránk, tengerparton meg lesz majd 3,5 vagy mennyi. És meg is érkeztünk Tucepibe. Oké, megjöttünk Tucepibe, de az a helyzet, hogy itt megálltunk egy percig, aztán mentünk is tovább, vagy hát most indulunk tovább. Szúrítok ötven a fele, vegye meg a fészkes fekete fene. Akkor a határa tárgyal, a villára. Elvitte? Ügyes vagy! Nem tudom, milyen városba érkeztünk meg, de... Jelza. Nem az az után. Jelzában nem csak bekanyarodtunk és jöttünk. Ott van, állj rá, Jelza. Ja. Körbenézzünk ebben a kis városkában. Ugye, Fannike? Igen. Pozoltam a kis kutyámmal. Elmészta már. Aztán mindjárt indulásból szigetre, ahol strandolunk még egyet. Megérkeztünk Bol szigetre, vagy Bol részre, városba, mit tudom én. Megyünk strandolni. Fábián Miklós ment a boltba. Das ist Konzum. Sie ist Bográrka. Und große See. Igen, jó lesz az a... Ezek a pálmafák ki vannak világítva, csak most nem ég. Ennek kuke. Fincsi? Most nem húzod rá egybe? Most nem. Na, hogy ízlik? D. Guten Appetit? Most én olyan Sprite ízre készültem fel, és akkor... Ja, nincsen íze. Nyom ki. Ez a... Azt a kurva. Melyik föld elé, kicsit megfázva. 35 fokon megfáztam, gyerekek. Itt vagyok a strandon, és hát egyes strandolunk, na. És itt most gyorsan elmondanám, mert nagyon sokan megkérdeztétek, és gondoltam, itt most gyorsan közbevágok, miért kell papucs itt a tengerparton, amikor ott vagy a jó vízben, miért kell felvenni egy ilyen tengeri papucsot? Egyrészt a tengeri sünök miatt, másrészt a kavics miatt, nehogy felvágja a lábad, és tulajdonképpen ennyi elővigyázatosság, semmi más, mert ha mondjuk egyszer belelépsz egy sünbe, vagy egy kő felvágja a talpadat, utána azért pár napig nem túl kellemesen tudsz belemenni a tengerbe, és ezért hagyják legtöbben ilyen kavicsos tengerpartokon. Ennyi, folytassuk! Hát ez is valami gyönyörű hely. Basszus. Itt legalább amúgy úgy látjuk a tengert, hogy a horizontban eltűnik. Nagyon menő. Na és aztán igazából ez az utolsó tengeri fürdőzésünk ezen a nyaraláson. Hiszen ugye hát fél hét körül érünk haza.
most hát vissza a kikötőbe, hét körül a szállásra, akkor még vacsorázni kéne egyet. Aztán holnap délelőtt meg indulunk haza. Mit vettél, baba? Nachos and Jeep. Kérem szépen, ez egy nachos. Szósz. Igen. Ott megy a hajónk, nem tudjuk mit csinál, de reméljük nem hagy itt minket. Na, hogy aztán közben rájöttünk, hogy ez a Hurva sziget, és ugye Bolváros. És ilyen itt voltunk, és nagyon szép volt tényleg az a strand, amit itt hát megtaláltunk. Beautiful! Hogy Horvátországom, hogy egészen gyönyörű. Megfázni 35 fokban a legrosszabb, mert egyszerre izzadsz, van nagyon meleged, meg egyszerre vagy taknyos és köhögsz, és ez majdnem olyan érzés, mint a lázas lennél, de csak meg vagy fázva. Na mindegy! Na Bence, hazaértünk, vagy hát leszálltunk a hajóról. Hogy tetszett ez a hajó? Mi a véleményed róla? Hát, kaja az igen jó volt. Mi volt a kaja? Nagy, láttátok, de... Sült hal volt, egy kis spagettivel, egy kis csalamádéval, hogy kenyérrel. Az de a hal az tényleg finom volt. Én nem vagyok halos. Első osztály, én már sok halat ettem, de komolyan mondom, ilyen finomat még nem. Nem volt neki ez a különleges halize, hanem egy kicsit olyan más. Olyan füstös volt, igen. Ja, fasza volt, mert tényleg én nem vagyok halos, de ez azért nagyjából megettem. Jó volt. Az út az szintén jó volt. A társaság jó volt. Köszi. Nem beszéltünk velük. Ja, javányt az asztalnál kiküldtek. Igen, azokra gondolok. Ja, ukránok voltak. Igen. Olyan buták voltak, mint a seg. Voltak lengyelek, mindenféle nemzetiség volt. Volt egy csávó, az igen jó hangulatot csinált szerintem a hajóra. Az asztal tetején táncolt, egy öreg lányjal, sőt, még kisgyerekkel is. Volt magyar zene. Volt magyar zene. Hallottátok. Igen. 50 nap fele. Hát maga a látványért nagyon megérte. Olyan képeket csináltam én is, hogy leszarás, már tényleg ezt kell mondanom. És látom, ilyen... nudistát. Azt meg pláne. És azt kell, hogy mondjam, hát eddig csak a tévében láttam ilyen szépet, mint amit itt ezen az úton lehetett látni. Gyönyörű, igen, hogy minden tökéletes. A pénzét megérte? 250 kuna per fő. Teljesen korrekt ár volt. Utcú neki. Na és srácok, igazából ennyi. Mai napunk még annyiból fog állni, hogy összecsomagolunk, és még egyet lemegyünk vacsorázni a partra, de szerintem oda már nem viszem a kamerámat, szóval a holnapi napot sem szeretném már levlogolni, az csak a hazaút, nem hiszem, hogy annyira izgalmas lesz. Szóval ennyi lett volna ez a kis ilyen horvát nyaralós vlog folyamat. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem tetszett nektek. Találkozunk legközelebb, és én Lucky voltam. Sziasztok!